Ezek a kis facsemeték néhány napja kerültek a földbe. Az elképzelések szerint, ha megerősödnek, kellemes árnyékot adnak majd azoknak, akik kakasd és szép tölgyes között kerékpároznak, futnak vagy csak sétálnak. De ezek a fák az első növények, melyek kakasd új részét jelzik. Az útmenti területeken akar hosszabb távon a település vezetése telkeket kijelölni az ide költözők számára. Egyelőre azonban a területfejlesztési operatív program forrásának köszönhetően az új kerékpárútnak örülhetnek az itt élők. 2016-os pályázat, amelynek az értéke meghaladja a 122 millió forintot. Maga a pályázat tartalmazott egy 2 kilométeres szakaszt, melyből az épített kerékpárút az 780 métert meghaladó rész, és ehhez 1,2 kilométeres nyomvonal, kerékpáros nyomvonal tartozik. A kerékpárút az a kakasd és széptölgyesi részt köti össze, amely a két település rész közötti közlekedők biztonságát szolgálja. Már régóta tervezett, és nagyszerű álom valósult meg ezáltal Kakasdon, és érdekes, hogy nem csak a két település rész közötti közlekedők biztonságát szolgálja, hanem egy generáló szerepe is van, akik ezen a részen, illetve a kerékpár kedvelői részére. Nagyon sokan szeretnek itt kicsi gyerekkel, de önmaguk egy esti levezetésként is kerékpározni, valamint sétálni, futni is ezen a szakaszon. A nyomvonal a 6-os főközlekedési úttal párhuzamosan halad, megadva a lehetőségét az itt élőknek a biztonságos közlekedésre. Mellette egy földmedrű árok kialakítása is történt, és ezek védelmében egy fasort ültettünk, amelyet a 10 millió fa alapítványnak köszönhetünk, a Bonyhádi kirendeltséggel vettük föl a kapcsolatot, és tőlük kaptuk szakmai segítséget, valamint a fák is tőlük érkeztek. A magyarországi őshonos fákat részesítik előnyben, tehát azok telepítését szolgálja az alapítvány célja. Mezei juharfákat ültettünk, majdnem 80 fa történt elültetés, majdnem 80 fa elültetése történt. Facebookon meghirdettük az eseményt, és érkeztek lakosok is, valamint olyan diákok, akik köszi programba gyűjtöttek órákat, tehát társadalmi munka keretében történt, egy nap alatt sikerült elültetni a fákat. Kakasd részt vett egy országkvásítási programba is, ahonnan 22 fa érkezett, és két helyszínre történt a fák elültetése. A kerékpáros útszakasz megépítése csak az első lépés, mondja Simcsik Orsoly a polgármester, hiszen a hosszabb távú tervekben ennek meghosszabbítása is szerepel. Részben Bonyhád és a várajai tábor, részben Szekszárd irányába. Mindez összhangban van azzal a megyében futó koncepcióval is, mely preferálja a kerékpáros közlekedés támogató úthálózat fejlesztését.